A kőleves. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy háborúból hazatérő szegény katona. Rongyosan és éhesen ment egyik faluból ki, a másikba be. De bizony nem kínálták meg sehol se egy falás kenyérrel, vagy egy kis meleg levessel. Bekérezkedett az egyik házhoz is, kért a másik háznál is. Volt, ahol a kutyát is ráeresztették, máshol meg olyan szegénynek tettették magukat, mint akiknek semmiük sincs. Elhatározta magában a katona, hogy a következő faluban bemegy a legelső házba, és lakjon ott bárki is, levest főz magának. Ahogy beért a faluba, fel is vett az útról egy követ, és bement a legelső házba. Egy öreg asszony lakott itt. Jó napot, öreg anyám! Adjon Isten vitéz, uram! Hát, hogy mint szolgál az egészsége? Az enyém szolgál, ahogy szolgál. Hát, vitéz uramnak, hogy szolgál? Nekem is éppen úgy szolgál, ahogy szolgál, de nagyon éles vagyok, és úgy ennék valamit, ha volna, aki szívesen adna. Jaj, lelkem, vitéz uram, adnék én, ha volna, de én is olyan szegény vagyok, mint a templom egere. Semmim sincs, tiszta, üres a kamrám, üres a padlásom, üres mindenem, még egy falás sincs idehaza. Jól van, mondja a katona, én nem vagyok annyira szegény, mint az látszik. Van itt a zsebemben egy jó nagy kő, ebből én tudnék levest főzni, csak kéne egy üstöcske, vagy egy fazék, amiben megfőzhetném. Kíváncsi lett az öregasszony, milyen lehet az a kőleves. Fazekat éppen adhatok, mert az van elég, mondja az öregasszony, csak az nincs, amit beletehetnénk. Megmosta a katona a követ jó alaposan, aztán beletette a fazékba. Az öregasszony tüzet rakott. A katona vizet töltött a kőre, s oda tette főni. Időként egy jó, hosszú pakanállal megkevergette a vizet. Leste az öreg asszony, hogy mit csinál a katona. Amikor a víz már forrt, a katona megkóstolta a levest. Finomnak finom, mondja. De ha egy kis só volna benne, akkor még finomabb volna. Hozok én sót, van nekem, sürgölődött az öreg asszony, és már hozta is. Beletette a katona a levesbe a só, megkevergette jól, és azt mondta, tudja, ha lenne egy kanálka zsírja, akkor lenne igazán jó ez a leves. Felelte rá az öregasszony, van nekem az is, hozok én. Hozott egy kanál zsírt, azt is beleeresztették a fazékba, kevergette a katona a levest. Kóstolgatta, az öregasszony meg csak nézte. Azt mondta egyszer csak a katona, tudja, én gyakran főzök kőlevest, és elmondhatom, hogy a kőleves akkor a legfinomabb, ha egy kis kolbász is kerül bele. Van nekem kolbászom is, vallotta be az öregasszony. Hozok én egy darabot a kamrából? Be is ment. A katona meg utána kiállta. Hozzon akkor már két darabot, öreganyám, mert nekem is kell egy darab, meg magának is. Hozok, hozok, kiáltott vissza az öregasszony, és már hozta is a két darab kolbászt. A katona beletette azt is a fazékba. Közben szép lassan kevergette, kóstolgatta. Tudja, szólalt meg újra, ha volna egy pár szem krumplia, azt még beleapríthatnánk a levesbe. S ha még egy kis zöldség is kerülne, az volna csak igazán fölséges. Van nekem az is, büszkélkedett az öregasszony. Mindjárt hozom is. Hamar hozott egy pár zöldsége, krumplit, azt gyorsan megpucolták. Végül azt mondta az öregasszonynak, kóstolja csak meg, maga is, hogy milyen jó. Megkóstolja az öregasszony is. Jaj, hát sose hittem volna, hogy kőből ilyen jó leves lehessen főzni. Csapta össze a kezét. Hagyták még egy kicsit főni. Aztán így szólt a katona. Még egy pár szem rizs is jó lenne bele, ha volna, de ugye az nincsen. Van nekem az is, bólogatott az öregasszony. Hamar még egy pár szem rizst is hozzátette, felsóhajtott a katona. No, most már tisztára olyan ez a leves, mint amilyeneket én szoktam főzni. Megvárták, hogy megfőjön, aztán a katona szedett egy jó nagy tányérral az öregasszonynak, egyet magának, s jó ízűen megették. Az öregasszony nem győzött eleget csodálkozni, hogy miként lehet egy kőből ilyen jó levest főzni. Mikor jól laktak, azt kérdezte a katonától, mondja, vitéz uram, nem adná el ezt a követ? Sokszor az sincs, amit főzde, s ebből milyen jó leves tudnék én főzni? Eladom én szívesen,
felelte a katona, és elmosolyodott a bajusza alatt. 100 forintért odaadom. Az öregasszony hamar odaadta a 100 forintot, kivette a levesből a követ, egy kendőbe betakargatta, s jól eldugta. A katona meg elsomfordált a 100 forinttal, nehogy az öregasszony meggondolja magát. Így már jól is lakott, és volt neki 100 forintja is. Vége a rótta estig az uta, amíg nem talált megint egy olyan öregasszony, aki nem tudta, hogyan kell főzni a kőlevest. Ott aztán újra jól lakott. Ez volt a kőleves története. Éljetek úgy, hogy nektek soha se kelljen megkóstolnotok.